Az Újpesti Együttható Egyesület, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai karán egy kiállítást szervez a Fogyatékosság Fala címmel. Ez a Fogyatékosság Fala egyébként egy nemzetközi projektben, egy nemzetközi programon jött létre, de hogy ez mi valójában, erről beszélgetek most az Együttható Egyesület elnökével, Szentpéteri Elemérrel és alelnökével, Nemesnik Balázsral. Szevasztok! Örülök, hogy újra itt vagytok, mert azért nem először fordul ez elő. Ez azt jelenti, hogy az Egyesület működik, és mindig találtok valami olyan programot, amiben azért tudtok dolgozni, ki tudtok teljesedni ezek szerint. Tehát valami mindig van. Itt az asztalunkon is van egy csomó olyan brossúra, ami azért azt jelenti, hogy mindig valami újba kezdtek, illetve valami bevált, azt folytatjátok, nem? Ezt így, ez egy sommázatnak jó így az elején. Így van, teljesen. Teljesen jól összefoglaltad. Ami az apropója annak, hogy itt vagyunk, ugye ez a Fogyatékosság Fala, ez nem egy új kezdeményezés, de majd akkor egy kicsit talán beszéltünk arról is, amit hoztunk. Fogyatékossággal, mint témával eddig is foglalkozott az Egyesület, sőt talán, hogyha valamit ki kell emelni, akkor a fogyatékos fiatalok inklúziója az egyik olyan tevékenység. Az egyik alaptevékenységetek. Így van, ami a központban van már elég régóta. Ebben a témában 2012-ben indítottuk az első projektet. Ennek az volt a cím, hogy Nézőpontok, és az volt az alapötlete, hogy egy színházi művet hozzanak létre. Aha. Fogyatékos fiatalok és nem fogyatékos fiatalok együtt. Az integráció jegyében. Inklúzió jegyében, igen. Befogadó szemlélete. Ugye ennek két része volt. Egyrészt a fogyatékos fiatalok megtapasztalták azt is, mert nagyon sokan még ma is intézeti körülmények között élnek, hogy teljes értékűek az ilyen típusú munkában, amennyiben nyilván a körülmények biztosítva vannak, úgy, mint akadálymentesség. Másrészt azok a fiatalok, akik érdeklődőek, színház szeretőek, és egyszerűen nyitottak voltak erre az ötletre, hogy akkor formáljanak egy közös színi csoportot, ők pedig szintúgy megtanulhatták, hogy mik azok a specifikumok, amik mondjuk feljöhetnek egy fogyatékos fiatallal való munka során, nem sokan találkoznak. Eleve ma még, azt hiszem, még mindig kuriózum, hogyha valaki lát egy kerekesszékeset, és akkor azon gondolkodunk, hogy jaj, úristen, most akkor mit csináljak? Hát igen, ez persze egy örök probléma, hogy segítsek-e, ne segítsek, hogy kell úgy segíteni, hogy az ne legyen megalázó, mert azért láttam olyat is, akit így elkaptak nagyon segítőkész emberek, de látszott, hogy ezt testelelke nem kívánja. Tehát, hogy segítsünk, és nyilván egy ilyen próba folyamat például, amivel most bevezetjük ezt a dolgot, egy ilyen próba folyamat, ez segít abban is, hogy a hétköznapokban, hogy hogyan álljanak ezek a fiatalok hozzá, ez a kérdéshez. Igen. Fogyatékos társaikhoz. El is nagyon jól ráéreztél, mert ez mindig egy központi téma, ez a hogyan segítsünk, mert nyilván a fogyatékosságtól függetlenül mindenkinek néha szüksége van segítségre. Fogyatékosokkal viszont gyakran van az, hogy egyszerűen akkor is kapnak segítséget, amikor nem kérik. Aha. Egy tipikus példa erre, hogy vakember áldogál az utca szélén, és akkor hogy nem átsegítődik az utca másik oldalára. Holott egyáltalán nem akar oda menni. Nyilván, igen, még viccek is vannak erről talán. És hát már ebben a kezdeti projektben 2012-ben is, ugye soha nem csak így belevágunk a dolgokba, hanem mindig megelőzi ezt egy közösségépítés, egy csoportépítés, és már ott is ez egy központi téma volt, hogyan lehet segíteni, hogyan kell kérni. Két oldala van, egyrészt fogyatékos emberek gyakran nem szívesen kérnek, még akkor sem, hogyha szükségük lenne rá, és hát az úgynevezett túlsegítés, egy jó szándék, de hát a pokolba vezet ez az út valahol. És akkor tulajdonképpen ezzel a projekttel kezdődött a mi szerepvállalásunk ebbe, és hát sajnálom, hogy most Gergő nem tud itt lenni, aki ennek a projektnek a koordinátora, ugye egyáltalán a fogyatékos inkluziót célzó kezdeményezésünknek, ő erről kicsit többet tudna mesélni. De igazából ez a program is illeszkedik ebbe a sorba. Ugye 2012 után volt annak a folytatása, egy önálló színjátszó csoport jött létre, aztán önsegítőkörök képzését segítő képzéseket indítottunk el. Akkor ennek volt egy nemzetközi változata, ami tavaly februárban volt, a Change Your Attitude nevezetű, Változtass meg a hozzáállásod című, ott már 8 országgal dolgoztunk.
Ennek a folyamánya volt pedig ez a mostani projekt, ami miatt akkor itt ülünk, ezt pedig tavaly év végén valósítottuk meg, ez is nemzetközi volt, Gánton bentlakásos, 7 napig tartó folyamat. Olvasom, hogy 6 országból összesen 30 fiatal, köztük 12 fogyatékossággal élő gondolkodott közösen, hogy hogy lehet fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos sztereotípiákat, előítéleteket feloldani. Ez is a címe ennek az egész projektnek, ugye? Így van. Itt el is jutunk ahhoz, hogy létrejött ez a fogyatékosság fala, úgyhogy ezt tisztázzuk, Balázs, mi ez a fogyatékosság fala? Hát erről nem ért tudna bőven beszélni. Igen, a fogyatékosság fala tulajdonképpen egy ilyen kicsit, nem is tudom, magyarul nem hangzik ez olyan jól, ugye? Egy kicsit pont, hogy sztereotíp, nem? Hát állítsuk olyan falhoz, igen. Angolul ugye ezt nyilván angol volt a munkanyelv, és akkor jobb hiány neveztük el ezt Disability Wall-nak. Ez egyike volt a workshopoknak. Úgy kicsit jobb valahogy. Igen, angolul valahogy minden jobb hangzik, nem? Egy puhább megfogalmazás. És hát szóról-szóra ezt így lefordítottuk magyarra, de mindig odaírjuk szépen zárójelben. Az alap gondolat ezzel kapcsolatban tulajdonképpen egy workshop volt, egy 2 órás workshop, ahol megnéztük azt ezzel a 30 fiatallal, hogy hogyan alakult a társadalom hozzáállása a történelem folyamán a fogyatékosságokhoz. Indulva onnan, hogy bizonyos kultúrákban ez tulajdonképpen egyfajta ilyen különlegesség, Isten adománya, ezek kiemelték ezeket a személyeket. Más kultúrákban meg nyilván mindenki ismeri a Taygetos történetét, gyengeség jele, így van. És meg lehet figyelni a történelem folyamán, hogy hogyan alakult, akár a polgárjogi mozgalmakkal összhangban vannak kulcs dátumok. Eredetileg a fogyatékosság falát erre értettük, hogy egy workshop keretében a különböző országokból érkező, különböző fogyatékossággal élő fiatalok és nem fogyatékos társaik kutatással, információfeldolgozással létrehoztak egy ilyen történelmi információs idővonalat, mikor mi történt. Tehát ez valamiféle egy ilyen lineális képe annak, hogy a történelem során a fogyatékos embereket hogyan kezelték nem fogyatékos, vagy a többségi társadalom. Így van, illetve saját magukat is, ez is egy nagyon érdekes történet, hogy látta magát mondjuk egy kerekesszékes a 17. században, és hogy látja magát most. A másik ezzel ez kapcsolatos... Ez nagyon érdekes egyébként, mert eleve nyilván ez egy csomó körülményt, hogy milyenek lehettek akkor a körülmények, milyenek voltak a technikai feltételei annak, hogy ők minél kényelmesebben éljenek, és mennyit változott ez azóta. Nyilván ez is benne van az, hogy áll hozzájuk a többségi társadalom azért. Igen. Egyrészt, másrészt... 17. században sokkal nehezebb lehetett azért. Aki fizikai fogyatékossággal élt, valószínűleg igen, hiszen ma már egyre jobban figyelünk arra, hogy akadálymentesek legyenek a középületek. Persze van ebben restancia. Nekünk főleg. Így van Kelet-Európában különösképpen. Amikor tavaly februárban az első nemzetközi programot szerveztük, volt egy budapesti ilyen városi játék is, egy City Game. Hát akkor azért mindenki kicsit megütközött, hogy mennyire nehéz volt egy ilyen helyet találni, és télen volt februárban, ahol ehettek egy pizzát. És ez a belvárosban volt 5. kerületben, de egyébként nem kiugró, tehát az összes európai nagyváros azért még ebből a szempontból problémás. Ez egy hosszú út. Tehát igen, mondjuk a 17. században valószínűleg ez így nehezebb volt, de például ezen a projekten volt egy autista fiatalunk, ez megint egy teljesen más kontextusban helyezi a történetet, hiszen ezt a ma fogyatékosságnak tekintjük, régen nem volt ennek definíciója. Ez megint egy külön történet. A történelmi feldolgozásból pedig talán azt emelném ki, az a legfontosabb, hogy a különböző társadalmi csoportoknak mind megvolt a maga polgárjogi mozgalma, úgy mint a feminizmus, úgy mint a fekete polgárjogi harc, stb. Na most a fogyatékosoknak, mint egy csoportnak, ugye nem nevezhetjük őket kisebbségnek, mert ez nem egy ilyen homogén csoport. Nekik a 90-es évekig nem nagyon történt ebben semmi. És akkor indult meg az önálló életvitel mozgalom, ami tulajdonképpen a fogyatékos emberek polgárjogi mozgalma,
Tehát egy nagyon megkésett folyamatról beszélünk, az öntudatra ébredés. Aha. Ahogy mondjuk, nem tudom, Leninék elindították a proletár öntudatra ébredést, vagy hát jóval korábban. Nem a legjobb példa, de... Nem a legjobb példa, talán igen, de hogy ezek mind korábban megtörténtek. Persze, értető. Abszolút. Ez még most is működik. Egy ilyen fal, meg egy ilyen történelmi áttekintésből ők, illetve ti, vagy az Egyesület, le lehet, vagy akik megnézik egyáltalán, le lehet vonni valamilyen jelenlő következtetést a jelenre is akár? Hát én azt gondolom, hogy inkább elgondolkodtató ezen a téren. Eleve az, hogyha látjuk a dátumokat, hogy az eleje mennyire szellős, aztán azt látjuk, hogy ez még a jelenben, igen, és hogy van még itt tennivaló. Másrészt ez a részvevőknek ötletet adott, mert először ez egy workshopból indult, de aztán a utolsó napon jutottunk el a folyamat végével arra, hogy na jó, mit tudna tenni ez a 30 ember annak érdekében, hogy valamit itt és most tegyünk. És ezt az ötletet fejlesztették tovább egy kreatív módon. Na, ennek az eredménye, amit ott készítettek az utolsó napon, ez a mostani kiállítás, a Bárcim, ami holnaptól megtekinthető egészen egy hónapon keresztül. Ez a holnap, ez azt jelenti, hogy február 9-én. Csütörtökön, igen. Február 9-én csütörtökön, igen, akkor már a nézőink látják ezt az adásban február 10-től. És miért pont a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karon, csak kimondom, van ez a kiállítás, hogy van az Egyesületnek és az ELTE ezen kará közt valamiféle kapcsolat, ez hogy alakult ki, miért itt van az egész? Ez a kapcsolat igazából ennek a projektnek a kapcsán élesedett. Annál is inkább, mert ugye a képzés iránya az nagyon hasonló, illetve van nekik ez a gyógytel nevezetű rendszeres eseményük, ami, hogyha jól tudom, akkor havonta kettőször történik. Ez a hallgatók részére mindig a fogyatékossággal kapcsolatban egy előadás, panelbeszélgetés, éppen ami így aktuális. Bárci gyógytea. Így van, ez az esemény neve. És erre mindig azt hiszem a helyi HÖK-nek a szervezésében történik, és megpróbálnak releváns előadókat, hát forrás személyeket meghívni. Akik ezzel foglalkoznak. Vagy ezek. Így van, és a hallgatóknak ez adhat egy ilyen első kézből hát plusz információt, illetve olyan dolgokat, ami nyilván nem fér bele a napi tárgyakba. És ez az egész kiállítás megnyitó egy ilyennek a keretében lesz, jól értem? Így van, így van. Aznap is lesz két előadó, sajnos most nem vagyok túl felkészült, úgyhogy meg nem mondom, hogy kik. Aha. De ezt követően akkor megnyitjuk ezt a kiállítást, és akkor ott a megnyitót követően meg is lehet tekinteni, de ott is hagyjuk egy hónapig. Utána pedig hát nyilván nem dobjuk ki, hanem akkor az irodánkban lesz. Tehát ez egy ilyen örök darab, van, ameddig a fizikai valója. Hát vagy ameddig lenne még a irodánk megint, ugye a múltkor, amikor itt jártunk, akkor pont erről beszéltünk. Akkor éppen ez történt. De ebből kijöttetek, nem tudom, most az iroda az... Az tökéletes állapotban van. Igen. Mondhatjuk azt, hogy szebb, mint régi korábban, vagy úgy korábban. Most nem panaszkodhatunk, mert így ez a része az infrastruktúrális hátterünk szerencsére kialakult. Segítettek ebben? Otthonra találtunk itt Újpesten. Igen, de segítettek ebben többen, mert nyilván ez egy financiális kérdés például ezeket a felújításokat. Igen, támogatásban részesültünk az Extreme Digital. Igen, ha ezt így most így lehet mondani. Ja, tehát egy céges. Céges, igen. Egy kis reklámot csaptunk nekik. Igen, tehát voltak külső támogatóink, úgymond, akik segítséget nyújtottak a felújításba, valamint sokat jelentett az, hogy volt azért biztosítás a lakásnak, így az is tudott fedezni egyes költségeket, meg hát így egyéb innen-onnan kellett berakosgatnunk is saját adományok, ilyesmi. Tehát megtaláltuk a forrásokat arra, hogy újra tudjuk indítani. Hogy normális kereteken belül tudjatok dolgozni. Egyébként, ha már említetted ezt a múltkori ittlétünket, és akkor egy picit egy-két mondat erejéig kanyarodjunk el, ha már itt van ez a sok brossúra itt előttem. Azt hiszem, hogy legutóbb pont erről a otthon a természetben kertprogramról beszélgettünk talán, aminek már itt is van ez a kis szép kis brossúrája, ami gyakorlatilag arról szólt, hogyha jól emlékszem, hogy közösségi kerteket hoztok létre, illetve a közösség hozza létre ennek minden olyan hozadékával, hogy ugye a kertet gondozni kell, együtt kell gondozni egy lakóközösségnek, akár ha kijött ez a brosúra, ez azt jelenti, hogy ez szépen folyik ez a dolog, tehát hogy...
útján van a projekt? Hát tulajdonképpen az azt jelenti, hogy befejeztünk. Tulajdonképpen a projekt az befejeződött. Most úgymond egy ilyen utánkövető fázis, projekt fenntartási fázis, hogyha ilyen szaknyelven beszélünk egyes projektekről. Következne az, hogy már úgymond támogatás megszűnik, de akkor is van egyfajta eredménye hatása ennek, és a közösség az gondozgatja a kertet, úgymond már nem a mi felügyeletünkkel, támogatásunkkal. Persze, de ennek nem is az a lényege, hanem az a lényege, nem, hogy ti ezt valami indítást adtok ennek az egésznek, igen, elkezditek, és a közösségi kert azért közösségi kert, hogy a közösség gondozza. De erre ráláttok, hogy mennyire gondozza a közösség? Ugye, amit ebben a projektnek a keretében elindítottunk, az a Károlyban volt egy, egy kettő ágyást hoztunk létre. Az ott szépen kinőtt, a fűszernövények, stb. Hát most tél van, úgyhogy valószínűleg teljesen el van fagyva. Igen, úgyhogy tavasszal érdemes azt. Tavasszal érdemes erre visszatérni. Tavasszal... Következő találkozásunkkor, hogy beszélgetésünk, szerintem betűrünk majd róla számolni. Hogy van-e paradicsom. Hogy van-e paradicsom. Hát meg ugye mi ezzel azzal hozzá tudunk járulni, mert most például van két IVS önkéntesünk Romániából, az egyik romániai magyar önkéntesük, egy évig van nálunk, és többek között az egyik feladatuk az az, hogyha tavasszal alkalmas lesz a szkeltetés, hogy egy kicsit így segítsék az iskolát abban, hogy akkor ismét feltámasztani. De hát ez egy kísérlet volt a részünkről, megnézni azt, hogy hogyan működik valami a gyakorlatban. Hát igen, mert elméletben beszélni róla, az szép dolog, de igazából fabatkát sem ér, hogyha nem valósul ez meg. És hát az egyik termék az, amit az előbb meg is mutatta, ez a kis füzetecske, ami nem csak erről szól, hanem volt egy ilyen eleme is a projektnek, ami az ökoépítészetről szólt, egy jelentős rész az ezzel kapcsolatos. Úgyhogy ezt most mi szépen kiprinteltük, a tapasztalatokat, illetve nagyon sok információ van ebbe a füzetbe, ezt, hogyha valaki az irodákba eljön, akkor nyugodtan viheti, hiszen azért is készítettük, és hát ez ingyenes. Meg akkor nem tudom, pár szót mondhatunk, hát itt ami nektek állandó dolgotok, és említett is, ez a SurfSafe, erről mi is többször beszámoltunk már, ugye internetez biztonságosan, ez egy ilyen alap fundamentuma az egyesületnek, nem? És akkor erről továbbra is tartotok előadásokat, továbbra is tartjátok ezt a témát élőként. Így van. Igen, az 2010-es indulásunk óta végigkíséri az egyesületnek az életét és a munka folyamatait. Ez nyilván ezekhez a, nem tudom mi ez, flyer, ezekhez is hozzá lehet jutni a ti Klauzál utcai irodátokban. De igen, ezekből mindenből található. Ugyanakkor vannak itt külföldi kiadványok, itt egy lengyel, ott egy angol nyelvű. Igen, ezekről ugye azt kell tudni, talán a múltkori alkalommal egy kicsit beszélgettünk is ezekről a projektekről. Ez egy régi lengyel partnerünkkel, akivel folyamatosan dolgozunk együtt, egy olyan téma, amit folyamatosan dolgoznak fel. Ez a könyv interjúkat tartalmaz második világháborús veterán partizánokkal, akik részt vettek a világháborúban, és ugye mai túlélők. Igazából az ő életükről. Mesék az erdőből? Így van. Ugye Lengyelországban, ezen a területen, Kelet-Lengyelországban a partizánok bevették magukat egy ilyen jó 4 évre az erdőbe, és akkor onnan szervezték az ellenállást. Ez pedig a projektnek az előzménye, ez két külön nemzetközi projekt volt, amiben mind a kettőben részt vettünk. Ez pedig szintén egy interjú kötet, azonban azokkal az emberekkel, akik egy gyerekként elvittek. Volt egy úgynevezett, lakosságcsere program, de hát ez egy eufemizmus, tehát jöttek szépen teherautókkal és vitték az embereket, hogy legyen Lebensraum az újonnan érkezőknek. Szóval nézem, ez a második világháború áldozataival. Így van, mind a kettő kötet. Ezt most lefordított egy önkéntesünk, Orsic Anita magyarra, tehát ezt ki fogjuk adni magyarul is. Mind a kettő projekt nagyon megmozgatta az ezeken résztvevőket. Például ugye 5 fős csoportokat küldünk ezekre, és két projektben azt hiszem 3-an ugyanaz az ember volt. Tehát annyira ez egy nagyon intenzív élmény egy ilyen projekten részt venni. Illetve talán még erről, hogyha egy kicsit beszélnénk, ez egy stratégiai projektünk, a Learned Inactivity, vagy tanult tehetetlenség. Tartsd még egy kicsit, és akkor a
kollégák ezt így hogy a kezedben nem? is meg tudjuk, tudják mutatni. Ez egy stratégiai projekt, ami szintén az Erasmus Plus keretében kerül megvalósításra. Ide alapvetően a projekt ötletét és motivációját a tanodánk hozta, hiszen van egy tanodánk Gyöngyösön, ezt nem tudom, hogy eddig beszéltünk erről, ez most indult újra, volt egy finanszírozási lyuk, aki követi ezeket az eseményeket, az hallott arról, hogy eléggé eltolódott a finanszírozása a tanodáknak, de most újra megnyitotta a kapuit, és ez a stratégiai projekt azzal foglalkozik, hogy egy adott probléma, az adott probléma pedig az, hogy a tanodában azt figyeltük meg, hogy azok a fiatalok, akik hátrányos helyzetűek és családot alapítanak, általában kiesnek az iskolából. Holott a családalapítás és az iskola befejezése az alapvetően nem zárja ki egymást. Tehát, hogy megférhetne egymás mellett, nyilván így nem van. Egyszerű, de hogy, és ezen alapszik. Igen, ez az alapprobléma, erre most fejeztünk be egy alapkutatást, ezt 150 fős mintán Romániában és Magyarországon, ennek lesz egy eredménye, és pontosan erre keressük a megoldást, hogy hogyan lehet segíteni azokat a hátrányos helyzetű fiatalokat, akik korai családalapításba kezdenek, hogy legalább középiskolát befejezzék. Így van, és ezáltal valami esélyük legyen legalább a munkaerőpiacon. Azért jó, hogy megemlítettük ezeket, mert így legalább azért kaptunk egy képet, hogy elég sokrétű a ti tevékenységetek, tehát elég sok mindennel foglalkoztok. Nyilván, akit esetleg még jobban érdekel, vagy bármelyik téma érdekel, ha elmegy a ti székhelyetekre. Igen, a Klauzál utca 4 szám alatt. Klauzál utca 4-hez minden nap megtalálhat minket, vagy internetes elérhetőségeink Facebook oldalunkon is érdeklődhet, felveti velünk a kapcsolatot. Annál is inkább, mert most is több nemzetközi projektet tehát fogunk partnereinkkel indítani, ahol várjuk fiatalok jelentkezését, tehát általában 3-tól 4-5-10 főig szoktunk küldeni, úgyhogy várjuk tényleg minden fiatalnak az érdeklődését, jelentkezését ezzel kapcsolatosan. Na hát ez legyen is egy ilyen ajánlat, hogy akiket érdekel, az bármilyen szinten, az nyugodtan keressen titeket a Klauzál utcában, illetve aki személyesen is megnézné a fogyatékos ságfalát, a fogyatékosság falát, igen, menjen el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai karára, február 9-től látható ez ennek a nemzetközi projektnek a gyümölcse, eredménye. Nektek meg köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és további jó munkát kívánok. Mi köszönjük.